Sziasztok! Az utóbbi időben többször kaptam a jó atyától olyan álomképeket, ahol egyértelműen meg kellett látnom azt, hogy bizonyám, hogy Istenre hivatkozva a saját megoldásunkat hogy tudjuk választani. És általában ez a kegyelemre való hivatkozás, mert a kegyelem az tényleg jó, magasztos, csodálatos dolog, de egyet ne felejtsünk el, Jézus Krisztusban beteljesedett minden, úgy a törvény, de a kegyelem és az igazság, hisz általa lett, általa mutatkozott meg az egész kiegyenlítődés, ez a tökéletes harmónia az atyával, azért is volt ő büntelen, tehát ő benne minden beteljesedett. Az a kérdés, hogy bennem mennyire teljesedett idáig be az, amit Jézus Krisztus mutatott meg nekünk. A mai emberek, mi, és én magamról beszélek, a nagy modern világunkban és a nagy egoista hozzáállásunk által tudunk mivel olyan dolgokat is csinálni, kegyelemre hivatkozva megengedünk dolgokat magunknak, mert ugye a törvény nem tetszik, és pont ez az amerikai lelkületnek egyik lényeges oldala. Tehát a törvény nem kell, a kegyelem az kell, és azt nagyon sokan láthassátok, hogy legtöbb ilyen kegyelem tanítás, ez a túlzott meggazdagodás Isten nevében, és mindenféle lehetőségnek a kiaknázása Jézus Krisztus nevében és az Atya nevében, az valójában ott született meg, és onnan is jött be. Ez erőteljesen befertőzött minket. És az Atya ezeket a képeket mutatta meg nekem előre, hogy nem is nagyon értettem, de annyira intenzív volt, de mégis egyszerű, és csodálatos számomra, hisz ez minden nekem szól. Én itt az álmot nem fogom nektek elmesélni, mert akkor túl hosszú lenne ez a hanganyag, és én inkább Isten kegyelméből arról beszélnék, hogy ezek a dolgok beférkőztek Magyarországra is, és a Kárpát-medencébe is, és valójában az a törvény, ami megtartotta idáig az embereket, az teljesen felborult, és átcsapódott egy ilyen saját megoldásba, a kegyelemre hivatkozva. Ez nagyon nagy fertelmesség az Atya szemében, de csak azért, mert az ember belekerül egy olyan köztes állapotban, ahol már lassan Isten se tud rajta segíteni. Hiába hivatkozok én Krisztusra, az ő kegyelmére, hogyha nem az Atya lelke formál engemet, nem ő szembesít, nem ő alakít, nem ő tisztít meg engem úgy, hogy mindent bennem is kiegyenlítődjék, és végre tényleg a helyemre kerüljek. Hát a helyem hol van? A teremtésben, ott, ahogy az Atya teremtett engem. És punktum. Ennyi. Azon kívül semmi más. Az a tökéletes hely az embernek. Amit az Atya teremtett, azon kívül minden hamisság, hazugság és képmutatás és emberi találmány. És ahhoz, hogy tisztább legyen az egész. A képek arról szóltak, hogy gyermekekről beszéltem ilyen felnőtt módon, a gyermekies lelkületről, de érezhettem ennek az ízét, hogy ez egy ilyen erőltetett kényszer örömbe, kényszer mosolyba mondtam, hogy milyen csodálatos a gyermekies lelkület, a gyermekség. És most itt jön egy olyan dolog, hogy hogyan lehet egy gyerek, hogyha már egyszer elfelejtettem a gyermekségemet, hisz ez a világ valójában azon munkálkodik, hogy elfelejtsük azt a gyermekies lelkületet, felnőjünk, és mindent a saját kontrollunk alatt tartsunk, és a saját megoldásainkba bízzunk. Hát mi is tudjuk, drága emberek, hogy újjászületés nélkül ez lehetetlen, sőt, mi több. Az újjászületés folyamatában is, hogyha nem az Atya formáját bennünk formálja ki, ezt a úgynevezett kicsin gyereket, amit ő teremtett, és senki más, és csak ő hozzá tartozik,
úgy, ahogy Krisztus mondta is nekünk, hisz ha nem lesztek olyanok, mint a kicsin gyerekek, nem mehettek be a Istennek országába, a mennyek országába. Ugye ezt fölfogja a felnőtt az egójával, az agyával, és talán meg is próbálja eljátszani ezt az egész szerepet, hogy jaj, ő újjá született, és mostantól ilyen gyermekies és gyermekies lelkületű. Hisz tudjuk, hogy az Atya a szívek és a veség vizsgálója. Igazából ezt is ő tudja csak megadni nekünk, átformálni minket teljesen, kinek mennyi idő adatik, vagy hogyan végzi ő el a munkát, mennyire figyelünk rá, mennyire engedjük, hogy ő ezeket a dolgokat elvégezze bennünk. Hisz kimerem jelenteni, hogy nála nélkül nem tehetünk semmit. Egyszerűen Krisztus és az Atya nélkül nem tehetünk semmit. Ő mindenek fölött való, hisz nem ő hagyott el minket, hanem mi hagytuk előt. Hisz beleszületve egy elbukott világban egyértelmű, hogy csak ő tudja visszaadni nekünk ezt a gyermekies lelkületet. A következő dolog, amit megérthettem ebből az álomból, hogy a törvény se tetszik, és így jön a kegyelemre való hivatkozás. Tehát a kegyelemre való hivatkozás, a törvény, kiiktassuk, tehát kiiktatom a törvényt, azt a törvényt, ami adatott Mózes által, és ami Jézus Krisztusban beteljesedett, teljesen, tehát ő bennem minden beteljesedett, és kegyelemre hivatkozva visszaélünk a kegyelemmel. Arra használjuk, hogy a saját akaratunkat teljesítsük. Lehet ez bármi, bármi, és pedig maga az Atya mutassa, hogy figyelj, az a életrend, az a törvény, amit adtam nektek, hogy megtartsa a lelkeiteket, azt nem akarod betartani. És akkor hogyan akarod a kegyelem áldását élvezni, megmaradni abban a békességben, abban a tisztaságban? Még józan parasztésszel is lehetetlen. Tehát itt már fel van borulva a rend. És erre hivatkoz emberek, és ezt nagyon sokszor tapasztalom, ez a kegyelemre való hivatkozás. Csinálhatunk bármit, bővelkedhetünk, de akár szabadosan élhetünk újra és újra. Megtehetünk olyan dolgokat, ami valójában kimondottan a saját megoldásunk, és ami egyértelműen megmutassa a testiségünknek a lényegét, hogy még mennyire testiek vagyunk. Nem sok közünk van ahhoz a lelkülethez, amit Jézus Krisztus mutatott meg számunkra. Ami sokszor ugye kemény, és sokszor eléggé megbotránkoztató, mert az ember szeretne szabadon élni. Csak a lelke kárára teszi, akkor valójában az a szabadság egyenlő az öngyilkossággal. Ezeket a dolgokat az Atya nem akarja megengedni, mert ez veszélyesebb, mint benne maradni törvénybe, mert megtartotta őt ez a rend, az a rend, ami ott volt, a szabályok. És itt jön képbe ez az amerikai lelkület, ez a szabadosság, ez a nyugati szabadosság, ami egyértelműen olyan erőteljes romboló hatással van a lelkekre, a lelkemre, és romboló hatással volt, és az Atya ezekből gyógyít ki, ezeket mutogassa meg nekem. Tehát jobb a törvény, mert abban van egy tisztesség, ebben a megtartó erő, hogy legalább a földi rendet is megtartsa, tehát a földi rendben mindenki a helyére kerül. Úgy a családon belül, és élik az emberek az életet, odafigyelnek a környezetükre, és nem élnek össze-vissza életet, mert ugye a törvények megkövetelik tőlük, hogy betartsanak dolgokat. Ez nem az a szabadság, amit Isten teremtett kezdetektől fogva, hisz tudjuk egyértelműen. Na de azt ott a szabadságot, amit Krisztus megmutatott nekünk, ami kijelentetett kegyelme és az igazsága által, hisz maga Jézus Krisztus az igazság, azt ott csak is személyesen az Atyától lehet megkapni. Úgyhogy újjászületik az ember, és nem kezd
átcsapódni a kemény törvényből egy olyan kegyelemben, ami valójában visszaél Istennek a tökéletes teremtésével, az Istennek a tökéletes jóságával. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit akartam itt nektek mondani és érzékeltetni, hogy ezek mekkora veszélyek. Tehát mindenki kell egyenlítődjön bennünk, úgy, ahogy Jézus Krisztusban is kiegyenlítődött. Beteljesedik minden. Ha nem teljesedik be minden, mert Jézus Krisztusban beteljesedett minden, akkor valójában mi nem az Atya akaratát cselekedtük meg életünk során, hanem a saját akaratunkat, és mentünk a saját fejünk után. És még rosszabb állapotba tudunk kerülni, mint valaha voltunk előtte. Akár úgy, ahogy mondtam, hogy kijöv egyik vallásból, de lehet, hogy belemegyünk a saját vallásunkban, a saját megoldásainkba, folytonosan hivatkozva Krisztusra és az Atyára. Nagyon veszélyes dolog. Ezt mutatta meg nekem az Atya, és egyértelműen éreztem, hogy ezt el kell mondanom. Még egyszer hangsúlyozom, elsősorban nekem, hisz én nem vagyok külön, mint más. Nekem mutassa meg, azt jelenti, hogy én még mindig benne vagyok, vagy belecsúszhatok, vagy belecsúsztam ebben az állapotban, és figyelmeztet készségesen, hogy mindent a Krisztus Jézus szavai által vizsgáljunk meg, tehát engedjük, hogy a lélek megvizsgálja, és tényleg Krisztusban újjászületve, hisz ő maga az alap, ő a sziklakő, ő az igazság, ezáltal nyilvánvalóvá lesz ennek a úgynevezett modern, emancipált, testi világnak a tévejgése, és lebukik a sátán, és helyére bekerül az Isten tökéletes rendje, kegyelme és igazsága, és kiegyenlítődik bennünk minden. Hisz nagyon sokszor úgy akarunk élni Isten kegyelméből, hogy élvezzük a világnak a kényelmét, a nyújtotta lehetőségeit, és megtartva ezáltal mindent. Tehát, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is maradjon. És ez nem megy, hisz Jézus egyértelműen megmondta, hogy két úrnak nem lehet szolgálni, és ezt Isten nem is fogja megengedni. Lelepleződjenek bennem ezek a hazugságok. Tehát ne találjon fogást a gyermeken, az újjászületett gyermeken, ez a mocskos, megfertőzött fenevad, a felnőtt gondolkodás, az ego, mindegy, hogy hogyan nevezzük, folytonosan vissza akar élni, csak a saját megoldásait keresi. Közel van a Krisztus Jézus igazságához, úgy próbálja kirabolni, hogy el tudja játszani, hogy ezekre mind szükség van, hivatkozva a kegyelemre, hogy a kegyelem mindenek felett megtart. Persze, ezt így kimondva, így is van, na de amikor Isten mutassa meg, hogy mit jelent ez, hogy a kegyelem hogyan tartsa meg az embert, az bizonyám, így ahogy tapasztalhattam, az apostoloknál is kemény próbával járt. Igen, elég neked az én kegyelmem, de azt maga az Atya adja, ő tartsa meg az embert, ő és senki más, ő tart meg engemet is és mindenkit. Aki nem ebbe veti a hitét, megtörténhet, hogy könnyen elcsúszik, és akár el is veszhet. Ez figyelmeztetés nekem, és figyelmeztetés annak, akinek szól. Ezt maga az Atya jobban tudja, mint én. Isten nem lehet becsapni. Ő mindeneket megvizsgál, és egyértelműen leleplezi azokat a tévejgéseket és hazugságokat, amit pontosan ugyanúgy próbál kirabolni a testi egoista ember, mint tette azelőtt, ami előtt őt személyesen megismertem volna. Tehát ezért keskeny ez az út, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát jobb megvárni türelmesen, és kérni az Atyát, hogy igazából ő igazítson meg engem, és senki más, hogy belátásra jussak, hogy hogyan lehet visszaélni a kegyelemmel, de ugyanúgy
a törvényt kijátszva is folytonosan a saját megoldásunkat akarjuk megtartani. Vagy tudatosan, vagy tudatalanul, hisz ez a bűnteste nem képes másra, drága emberek, ez minden törekvése az, hogy kirabolja a gyermeket, és szószoros értelemben megsemmisítse, megölje, hisz ő ebből él. Ennyire önpusztító, ennyire hazug és emberelő kezdetektől fogva. Egyértelműen megmondta nekünk Krisztus, hogy ilyen gyilkos. És ezt a gyilkost, aki nem lássa meg Isten kegyelméből, Isten lelk által, nagyon könnyen újra és újra vissza tudja rángatni a külső sötétségben. És akkor csodálkozunk, hogy hogyan nem járunk a világosságban. De közben elhitettük magunkról, hogy a világosság fiai vagyunk, de ez életünkön nem nagyon látszik. Tehát nem világítunk. Aki világít, annak nincs mit megmagyarázzon, mert egyértelműen olyan, hogy az emberek lássák. Nem tudjuk becsapni még egymás sem, nemhogy Istent. Tehát nyilvánvalóvá van téve minden, és nem tudok én hazudni embertársaimnak, magamnak, igen. Ez ment egész életem során megpróbálkozva avval, hogy becsapjam Istent és embert, és legfőképpen ezáltal magamat, mert az ember csak magát tudja becsapni a téveigéseivel. Istennek nincs szüksége sem vallásra, sem törvényre, hanem valójában Istennek a tökéletes fiakra van szüksége. És ezt csak kimondottan ő tudja kiformálni bennünk, ő tudja megadni nekünk teljes szabadulást, úgyhogy ráfigyelünk, engedünk neki, hogy nem mi akarjuk kiokoskodni, hogy mi jó nekünk, mert annyira befertőződött ez a nemzedék evel az úgynevezett testi szabadságnak a vágyával, hogy lassan összekeverjük a szezont a fazonnal, és azt gondoljuk, hogy a lélek szabadságát azt testben meg lehet élni. A lélek szabadságát testben csak akkor lehet megélni, hogyha a test már nem uralkodik a lelken. Egyértelmű, tiszta és tökéletes szabadságban van a gyermek. Nincs fölötte semmi, nincs fölötte senki, csak egyedül az ő atya. Ő tanítsa az ő gyermekeit, ő vezeti az ő gyermekeit, ő oltalmazza az ő gyermekeit. Ezen kívül senki más és semmi más, semmilyen saját megoldás, semmilyen mások megoldása, hanem már itt a földön szabaddá lett. És ezáltal mindörökké övé az örökség, amit az atya teremtett kezdetektől fogva. Ennyit szerettem volna nektek mondani. Sziasztok!